Egy nagyon érdekes dologgal kezdenék, a miseborral, hogy mi alapján választják ki. Tehát a misebornak van egy ilyen nagyon komoly szűrési rendszere, tudom, mert tőlünk is vásárolnak misebort. Nagy szeretettel köszöntünk benneteket a Borkultúra mai adásában. Vendégem ismét Fehér Anna Luca. Igazából én vagyok a vendéged, mert itt vagyunk a Koch borkereskedésben Kecskeméten. Ha nem láttátok a korábbi három részt, akkor mindenképpen nézzétek meg, mert szerintem nagyon tanúságos, nagyon jó történeteket mondott el nekünk Anna, mind a borkóstolásról, bor történetéről, pezsgőkészítésről, és hát legutóbb arról beszéltünk, hogy milyen bort érdemes vásárolni ajándékban, vagy éppen egy kerti partira. Most viszont közeledik egy ünnep, az egyik fontosabb egyházi ünnep, ugye Krisztus feltámadását ünnepeljük húsvétkor, ehhez is veszünk bort. Milyen bort ajánlasz Anna húsvétra? A húsvét azért nehéz téma, mert nyilván az ilyen nagy ünnepi fogásokhoz, mint például a karácsony, vagy egy születésnapot, nagyon meghatározott ételeket adunk. Tehát, hogy bármi meglepő, karácsonykorra töltött káposzta, vagy a halászlé a legtöbb asztalon ott van. Viszont a húsvétnak nincsen ilyen bevett szokásai. Ugye mindenki mást is hát más kínál. Így van. Mert mindig szezonális dolgokkal dolgozunk. Ugye ez a jó a húsvétben, hogy tavasz van, és minden nagyon friss és nagyon üde. Úgyhogy ilyenkor, amikor a húsvéthoz választunk bort, vagy ehhez az ünnephez, akkor két oldalról tudjuk megközelíteni. Egyrészt ez a informális rész, hogy na már pedig a menüsorhoz milyen bor legyen. Azt gondolom, hogy ahogy jön a jó idő, és jönnek az ilyen friss ételek, és már tényleg nem, valószínűleg nem marha pörkölt lesz a menü, akkor nyugodtan nyúljunk friss és tavaszi borokhoz. Egyrészt a friss zöldségekhez, mondjuk a hagyma az kicsikét ilyen borgyilkos, de a retek, a kenyér, a vaj, ezekhez mind, így van, ezekhez mind jók ezek a könnyű gyümölcsös üdeborok, amiben nyilván Magyarország egyrészt nagyon erős, másrészt hatalmas és klassz kínálat van. Nem csak nálunk, hanem mindenhol. Én egy cserszegi fűszerest mindenképpen ajánlanék. Egyrészt, itt az elején elmondtam, hogy a borászat felemese, ugye az Irsay Olivér, ami nekünk kecskemétieknek kedves, a cserszegi fűszeresnek az egyik szülője, a már említett Irsay Olivér, úgyhogy tényleg egy relatív helyi fajtáról van szó, illetve ez egy könnyű, fűszeres, gyümölcsös bor, igazából az, amit igazán szeretünk a tavaszban. Amit én most itt kiválasztottam, az a Gál pincészetnek egy 22-es cserszegi fűszerese. Gálné Digniszéva az első női évbortermelője, aki egyébként a kunsági borvidék északi pontján él és dolgozik, és ilyen csodálatos borokat készít, mint például ez a cserszegi. És hagyj tegyük a kicsi szívünkre a kezünket, hogy eljött az az időszak, amikor már nyugodtan fröccsözhetünk. És szeretnék egy ilyen borzasztó téveszmét eloszlatni, hogy vannak ezek a fröccsborok, hogy fröccsben még jó lesz, ugye ennek a téli verziója forradboros kaland. Ugye ez nem így van. Mindig válaszunk olyan borokat, amik önmagukban is nagyon jók, és szódával, kínálva, egyszerűen egy frissebb ízhatást ad. Úgyhogy már magának a bornak rendbe kell lennie. Azt gondolom, hogy a cserszegi fűszeres pont egy ilyen fajta. Tehát egy szép savszerkezete van, gyümölcsös aromák vannak benne, ez magába, de fröccsbe is kiváló választás, és ilyenkor tavasszal, akár húsvétkor, ezzel mellé lőni nem mehet. Itt belekérdeznék, mielőtt tovább megyünk. Gázfröccsözni? Tehát, hogy ez egy ilyen ciki dolog? Szerintem egyáltalán nem. Azt a téveszmét kell, hogy eloszlassuk, hogy csak rossz bort tudunk felfröccsözni, hogy az annak még jó lesz, mert az olyan borok, amiknek magasabb a savtartalma, illetve ilyen kis gyümölcsös könnyedek, azok fröccsben is nagyon jól megállják a helyüket. Ugye ez az eredeti szó a spitzer volt, aztán pedig Vörös Marti Mihály adta ezt a szép szót ennek az italnak, hogy fröccs, mégpedig 1842-ben Fáj Andrásnak a Fóti birtokán, ahol Jednyik Ányos is ott volt, és ivott az első fröccsből, és így fogalmazott, fölfelé megy a borban a gyöngy. Azt gondolom, hogy egy olyan ital, amit így tudunk jellemezni, az mindenféleképpen jó minőséget társít. A pezsgőnél valami hasonlóról beszélgettünk. Ott csillagokat ittunk, jó, most gyöngyöket. Nehéz ez a borászakmad. Csomó égkövet kell lenyelni. Oké, tehát akkor mindjárt folytatjuk ezt a húsvéti témakat. Tehát az a lényeg, hogy akkor ne érezzük magunkat kellemetlenül, akkor sem, ha mondjuk egy puccos vacsorán mi fröccsöt akarunk inni, és azt mondjuk, egy, nem tudom, egy, mondjuk egy Michelin csillagos étteremben lehet, hogy kinéznek, nem? Ha én azt mondom, hogy fröccsöt akarok inni.
úgy szokták csinálni, azt hiszem, nagyon-nagyon bölcsen, hogy kihozzák neked a szódát, és kihozzák a bort, és rád bízzák, hogy te abból szeretnél a fröccsöt készíteni. Azt gondolom, hogy nyilván megvan minden bornak a szerepe ebben a történetbe. A Michelin csillagos étteremben viszonylag kevés a cserszegi fűszeres, vagy a könnyed rozé. Tehát, hogy egy nagy testű vörös borból sose, egy édes borból sose készítsünk, de az alapborakból, amik tényleg, ahogy említettem az elején, hogy a legelterjedtebbek Magyarországon, abból kiválóak a fröccsök. Itt egy közbevetés. Volt egy céges csapatépítő tréningünk a Gong FM munkatársaival, és elmentünk császártöltésre, aztán Bajára. Császártöltésen Berger pincészet? Igen. Jól emlékszem? Nekik volt egy ilyen bodzaszörpöz hasonlító édesboruk. Nekem az már annyira édes volt, hogy én ezt viszont fölhúztam szódával. Mondtam a házigazdának, nem emlékszem sajnos a keresztnevére a hölgynek, hogy ne haragudj meg, de én ezt felhúzom. Azt mondja, viccelsz, nyáron, ilyet, tök jó, a legjobb üdítő, és hogy már vannak ilyen borkoktélok is, amiket szoktak készíteni, de szerintem ez majd egy másik adás lesz. De akkor nem annyira gáz az édesbort felhúzni. Hát a könnyű gyümölcsöseket, hiszen itt most egy helyi borászatról van szó, azt nem. Illetve itt azért tényleg nagyon fontos az, hogy milyen fajtából készül. Tehát egy édes furmintot kár felhúzni, hogyha ezt a szót használjuk, de ezek a helyi fajták, akár az illatosabb, mint a Sauvignon Blanc, az írsai vagy a cserszegi, ez tökéletesen alkalmas. Ha meg az ilyen kartosabbakat szeretjük, akkor például van olyan borászunk, aki így hoz forgalomba, mondhatom a nevét, hogy Borbély Tamás, hogy fröccsnek is jó olasz Riesling. És ez pont azt jelenti, hogy magába is klassz, de ahhoz nyugodtan tehetünk szódát. Na térjünk vissza a húsvéthoz. Ugye beszéltünk akkor az első borról, folytasd kérlek. És egy kicsikét most akkor ugrunk egyet, ugyanis hát ha a második nagyon fontos ételt választjuk ki a húsvéti menüből, az a sonka. A sonkához általában azért vörösbort kínálunk. Itt nyilván az, hogy milyen minőségű sonkával dolgozunk, sonkakóstolók is vannak már, zseniális. Szóval, hogyha vegyünk egy ilyen alap füstölt sonkát, ahhoz már vörösbort kínálunk, de nem kell, hogy egy ilyen őrülten csersavas és komoly bor legyen. Én egy kadarkát ajánlanék hozzá, egyébként a kadarkát mindenhez ajánlanám, úgyhogy ez egy nekem ilyen Jolly Joker fajta, minden borkóstolomban benne van, akkor is, ha senki se kéri, mert hogy ez tényleg izgalmas fajta, és nagyon jól párosítható mindenféle magyaros étellel, és többek között a sonkával is nagyon-nagyon szép párost alkot, és egy kicsikét visszacsatolok, hogy képzeld el, hogy ebből még fröccsöt is lehet készíteni. Tehát az ilyen könnyű kadarkák azok tökéletesen alkalmasak arra. Szóval azt gondolom, hogy ha otthon húsvétolunk, akkor mindenképpen legyen valami illatos, könnyű fehérborunk, amit tudunk fröccsözni, legyen egy könnyű vörösborunk, amit tudunk társítani a húsételekhez, és hát itt harmadjára hagytam a rozét. A rozé azt gondolom, hogy ahogy említettük itt az előző adásokban, hogy vannak bizonyos divat hullámok, és vannak olyan fajták, amik fel vannak kapva. A rozé az egyik ilyen Jolly Joker, aminek most még nagyon tart a reneszánsza, mert, és akkor megint egy kicsikét visszakapcsolva az, hogy baj-e, hogy fröccsözünk. Szerintem az, hogy nyáron azt mondjuk egy baráti társaságban, hogy hello, ráérsz, elmegyünk fröccsözni. Tehát, hogy ez a sörözni, amellett, hogy kiváló magyar sörök vannak, ezt mondom se kell, de az, hogy ez így beépült a köztudatba, meg hogy gyere, ígyunk egy rozé fröccsöt, ez most már annyira jól működik, hogy erre igazán méltán lehetünk büszkék. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindig legyen otthon egy palasz rozé, miért pedig két okból is. Egyrészt, mert nyilván mi nagyon szeretjük a rozét, és jó, hogyha van. Másrészt azt gondolom, hogy ha mi várjuk a vendégeket, és várjuk a locsolkodókat, és őket szeretnénk valamivel megkínálni, akkor azt gondolom, hogy 10-ből 5 ember egy jó híg rozé fröccsöt el fog fogadni. Ez legyen nagyon jól behűtve, és különböző arányokba tudjuk elkészíteni, akár a fröccsöt, vagy magába. Amit választottam, az egy Nero szőlőfajta. Ez egy nekünk itt helyieknek nagyon kedves, és hát a szentpéteri pincészetnek hatalmas érdemei vannak ebben a fajtában, nagyon izgalmas, hogy ők milyen sokat foglalkoznak ezzel a néróval, és milyen szép borokat készítenek belőle. A Nero rozé azt gondolom, hogy minden húsvétot fel tud dobni. Ráadásul egy díjnyertes bor, hogyha jól tudom. Természetesen. Igen. Kóstoltuk már, sőt a Gong FM hallgató is már találkozhattak vele, hiszen volt nyereményjátékuk is egyébként a rádióban. Visszatérve egy kicsit a húsvétra, nálunk töltött káposzta mindig a húsvéti asztalnak, komolyan, nekem is furcsa volt, a feleségem nagymamájáiknál a családban, a feleségem családjában, viszont ez mindig egy nagyon fontos étel, mert hogy ugye az ország több pontjáról is érkeznek családtagok, és ők mindig vágynak a most már dédi mama
töltött káposztájára. Úgyhogy aki esetleg még töltött káposztát készít húsvétre, azoknak milyen bort ajánlan el mellé? A töltött káposztát mi ugye nyilván átlagos emberek karácsonykor szoktuk. Átlagfeletti vagyok. Átlagfeletti, így van. Szóval, hogy az, ahhoz én egy fehér bort adnék, de egy magasabb sav tartalmút, úgyhogy például a sárdonék, az ilyen fahordós sárdonék mindig jó választások hozzá, vagy akár egy könnyebb vörösbort, hogyha teszünk bele kolbászkát, meg szalonkát, akkor a kadarka is jól működhet vele. Úgyhogy mindenféleképpen azt tanácsolom. A rozé ilyen szempontból, visszatekintve, ilyen Jolly Joker, szintén van ez a szólásmondás, hogy a fagyi tölcsértől kezdve a veszélyeztetett fajokon át mindenhez is jó egy rozé, úgyhogy én még azzal is nagyon szívesen kipróbálnám. De nagyon fontos, hogy csak akkor, amikor nem vezetünk autót. Ez így van. Azt hiszem, hogy ezt az egész műsort azért kezdtük el csinálni, hogy arról beszéljünk, hogy a borkultúrának, a borfogyasztásnak vannak hagyománya is, vannak keretei, és azt gondolom, hogy ma Magyarországon zéró tolerancia van, ami mindenki számára kötelező. Nagyon szeretjük a magyar jó borokat, mindenkit arra inspirálok, hogy fogyasszon belőlük mértékkel, és soha, de soha ne üljön itt a sambolán mögé. Úgyhogy ilyenkor azt tanácsolom, főleg az ilyen nagy ünnepeken, hogy mindig tartsunk otthon üdítőitalt, és hogyha mi egy kicsikét azért szeretnénk megadni az illúzióját az, hogy alkoholt fogyasztunk, akkor például jó választások lehetnek az olyan gyümölcslevek, amik szőlőből készülnek. Most itt kettőt hoztam, az egyik egy írsai alapú, a másik pedig egy olasz rizling. Ezekben nincsen értelemszerűen alkohol, emellett cukortartósítószer, színezék, szóval jó lesz a sofőröknek, illetve azok a gyerekeknek, vagy várandós anyukáknak, meg egyáltalán, és egy kicsikét most erre is térjünk ki, hogyha egy vendégségbe alkohollal kínálnak, de mi nem szeretnénk fogyasztani, azzal az ég a világon nincsen semmi baj, az alkohol tukmálni nem illik, és nem lehet, és mindenkit arra biztatok, hogyha nem szeretne alkoholt fogyasztani, akkor ne is tegye. Ami pedig a legfontosabb, hogyha mégis elragad minket a hív, és fogyasztunk alkoholt, akkor, ahogy említettem, ne üljünk falán mögé, használjuk a tömegközlekedést, vagy hívjunk sofőrszolgálatot. Azt hiszem, az a legfontosabb, hogy mindenki épségbe hazaérjen. Ez egy nagyon szép befejezés is lehetne, de ha már itt rátéltél arra, hogy ne tukmáljuk az italt, szerinted, és most a véleményedre vagyok kíváncsi, miért van az, hogy csak egyet így, hát mire mész, addigra kimegy. Meddigre? Hát miért vagyunk mi ilyenek magyarok, hogy mindig tukmáljuk a piát? Valószínűleg mi egy boros nemzet vagyunk, és hozzátartozik ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy ha valaminek meg akarjuk adni a módját, akkor például kocintunk. És ugye van egy ilyen, hogy vízzel nem kocintunk, vagy alkoholmentesse. Tehát azt érezzük, hogy aki nem fogyaszt, az nem akar részt venni ebbe az ünnepségben, és emiatt van egy ilyen rossz beidegződés, ami nyilván teljesen helytelen, mert az ünnep nem ettől függ, a hangulat nem ettől függ. Ez egy plusz ráadás, egy kis mankó, amivel sokan szeretünk élni, de senki számára nem lehet kötelező. Igen, és kellemetlen velem szemben, mint sofőrrel, hogy nem iszok. Tehát, hogy ez olyan... Igen, azt gondolom, hogy ezen felül kell emelkedni. Nyilván a jövőben egyre nagyobb teret hódítanak például az alkoholmentes borok, amikkel ezt ki lehet játszani. Mert hogy de már igen. Alkoholmentes bor is van, mert Pecsgőről hallottam alkoholmentes. Igen, egyre több. Nyilván főleg külföldi tételek vannak, amik alkoholmentesek, de ugye ez például pont azért egy ilyen piaci rés. Egyrészt nyilván sofőrök, a kismamák, vagy egyáltalán a cukorbetegek, tehát azok, akik nem fogyaszthatnak alkoholt, nekik is legyen egy ilyen alternatíva, ha nem gyümölcslevezni szeretnének. Most itt a húsvét kapcsán, ugye ezért ilyenkor illik elmenni templomba, akik vallásos nevelést kaptak legalább ilyenkor egyszer az évben, meg hát karácsonykor, meg ilyenkor Szent Jónás, ilyesmi. Mi van a papokkal? Mert hogy ők mindig isznak bort a templomban, és ha ő nekik utána autóba kell ülni, ülhetnek ők autóba? Erről tudsz valamit? Egy nagyon érdekes dologgal kezdenék a miseborral, hogy mi alapján választják ki. Tehát a misebornak van egy ilyen nagyon komoly szűrési rendszere, tudom, mert tőlünk is vásárolnak misebort, és ez régen mindig vörösbor volt, ma meg fehérbor, mert sokkal egyszerűbb kiszedni az oltári felszerelésben, minden esetben fehér. Úgyhogy egyrészt ez alapján választják ki. Másrészt, és nem arra buzdítok senkit, hogy fogyasszon alkoholt. Ugyanakkor az alkoholnak van egy lebomlási ideje. Nyilván a szentmise alatt durván fél decit, ha fogyaszt, maga egy szentmise pedig kb. Egy óra. Az alatt ez a legtöbb esetben felszívódik. Ami nagyon fontos, hogy fogyasszunk hozzá vizet, nyilván ezt a pap nem teheti meg a liturgia közben, de
De ő is tud csak belekortyolni, hiszen itt tényleg az a lényeg, hogy az ott Krisztus vére, nem pedig az, hogy én abból most lehúzzak egy decit, hanem azt lehet mértékkel kezelni. Ugyanakkor rájuk is vonatkozik a zéró tolerancia, úgyhogy nagyon sok helyen tudok, ahol főleg az olyan kisebb településeken, ahol egy pap van, de több misét kell, hogy celebráljon, hogy ilyenkor sofőrrel utazik, és ő viszi el az egyes pontok között. Ez mindenki számára kötelező. Nagyon érdekes, hogy ezt mondtad, hogy most már fehér borral. Az nem annyira Krisztus vérére hasonlít, viszont cserébe kevesebb a tisztítószámla. Nincs előírva, hogy milyen legyen, csak az, hogy bor legyen. És ezt gondolom, hogy ilyenkor például nagyon nagy latba esik az, hogy mi a papnak az ízlése, vagy mi a plébánosnak, hogy ő miért szeret. Komolyan? Így is választanak bort? Miután túlmegy az engedélyeztetésen, akkor igen. Mm. Mert ez hogy működik? Ez most kíváncsi váltettél, erre rákérdezek. Tehát hogy működik az, hogy bejön ide a, nem tudom, sekrest, és hogy a pap jön be ide hozzád? Hozzám a pap jön be. Mm. Komolyan? Igen. Igen, és akkor azt mondja neked a pap, hogy? Szia, mi például most őt régebb óta ismerjük egymást. Szia, misebort szeretnék vásárolni, és vagy szeretnénk választani, és hogy ilyen stílusban keresgélünk. És akkor összeállítunk nekik egy pakkot, amit lekóstolnak, és utána azt mondják, hogy rendben, ez lesz a befutó, mondjuk a mi esetünkben, most akkor ezt elmondom, egy cserszegi fűszeres lett a befutó, hogy ennek akkor kezdjük el a procedúráját. Ennek, ahogy említettem, egy nagyon szigorú szabályozása van, az összes szőlőszármazásit, illetve az összes pincekönyvet mellé kell társítani, hiszen semmilyen adalékanyag nem lehet abba a borban. Nyilván a legtöbb magyar borban nincsen adalékanyag, de hát ugye itt az űrmösöktől indultunk még az ókorban, tehát hogy ez az alapja, hogy nagyon, nagyon le van fixálva, hogy mi szerepelhet egy adott borban. És utána, miután ezt, ha jól tudom, a plébánia után, talán az érsekség is jóvá kell, hogy hagyja, utána rendelhet. És utána ők egy ugyanolyan üzleti partnerünk, mint például egy étterem, csak egy plébániának számlázunk, és szállítjuk ki a borokat. És hát itt, ha az egyik legnagyobb izgalom az volt, hogy itt Kecskeméten például újbor ünnepet a Szent Család plébániában tartottam, az, ami azért zseniális, hogyha úgy tartasz borkostolót, ahol tudod, hogy nem tudom, 24 órával később misét fognak celebrálni. Úgyhogy egyébként klassz, hogy így felkarolják a borkultúra ügyét, akár a katolikus egyház is. Tök jó. És most, ha jól hallottam a hírekben, most indul is majd egy nagy kampány a világban a borkultúra népszerűsítésére, a magyar borkultúra népszerűsítésére. A magyar borok nagyon izgalmasak és nagyon különlegesek, ugyanakkor el szoktam mondani, hogy a világ bortermelésének minimális százalékát adják, úgyhogy mi csak azzal törhetünk ki, hogyha különlegesek vagyunk, és ezt ismerik is a világon. Ami nem elég az, hogy tudják, hogy van tokai eszú, nem elég, hogy tudják, hogy van bikavér, hanem tudják azt, hogy mi az a furmint, mi az a kadarka, cserszegi fűszeres, nagyon vicces, ahogy próbálja kimondani a külföldiek, zseniális. És ez a kampány ez erről szól. Egyrészt, hogy itt idehaza is szeressük a magyar borokat, és fogyasszuk ezeket mértékkel, felelősséggel, másrészt a világ számára pedig bemutatni, hogy ilyen kincseink vannak. Ez nagyon érdekes téma lehetne, magyar borok a nagyvilágban. Így van. Jó, legyen majd egy ilyen is. Tartsunk egy ilyet is. Köszönjük szépen, hogyha velünk tartottatok. Fehér Anna Luca a Kokbor kereskedésből, én pedig Nagy Tibor voltam, és találkozunk a következő részben. Sziasztok! Sziasztok!